Jó reggelt kívánok, 8 óra van, ez a híradó az M1-en, Székely Áron vagyok. Mindent meg kell tenni a NATO és Oroszország közötti konfliktus elkerüléséért, erről a magyar külügyminiszter beszélt a Kossuth Rádióban, miután a múlt héten a francia elnök nem zárta ki, hogy Európa harcoló katonákat küldjön az ukrán frontra. Szijjártó Péter szerint a háborúnak nincs harctéri megoldása. A miniszter aláhúzta, az a legfontosabb, hogy mindenki térjen vissza a józan ész talajára, és tartózkodjon az olyan nyilatkozatoktól, amelyek eszkalálhatják a háborút. Halló! Moin, moin, Herr General, Hauptmann Irgang hier. A német hadsereg főtisztjei beszélgetnek ezen a felvételen, legalábbis ezt állítja a Russia Today, amely a felvételt közzétette. Azt részletezik, hogyan lehetne Taurus rakétákkal lerombolni a krími hidat anélkül, hogy ennek következményei lennének Németországra nézve. De arról is tárgyalnak, hogy az orosz-ukrán front mögött brit fegyvertechnikusok dolgoznak, és amerikai akcentussal beszélő civilekből is egyre több van Ukrajnában. A hangfelvétel kiszivárgása óriási botrányt keltett, az orosz külügyi szóvivő magyarázatot követelt Berlintől, hogy német katonák miért beszélnek a krími híd felrobbantásáról. Az orosz külügyminiszter Szergej Lavrov pedig a NATO felelősségére utalt. Nem tudom, hogyan nevezzem a történteket, de a NATO tagországbeli kollégáink biztosan érintettek. Nem tudom, hogyan fogják ezt megmagyarázni a saját lakosságuknak, mondta Szergej Lavrov. A német kancellár azonnali és részletes vizsgálatot ígért. Amiről most beszámoltak, azt nagyon alaposan és nagyon gyorsan ki fogjuk vizsgálni, jelentette be Olaf Scholz. A botrányt a Politico igyekezett tompítani, orosz propagandának nevezve a felvételt. A brüsszeli lap szerint csupán annyi történt, hogy a német katonatisztek forgatókönyveket vitattak meg egymás között. Vagyis a felvétel hitelességét a Politico sem vonta kétségbe. A lehallgatási botrány egy újabb fejezete lehet a háborúpárti európai véleményeknek. A francia elnök ugyanis hétfőn arról beszélt, nem lehet kizárni, hogy NATO csapatokat küldjenek Ukrajnába. Semmit sem szabad kizárni, mindent meg fogunk tenni, hogy Oroszország ne győzzön ebben a háborúban, fogalmazott Emmanuel Macron, aki csütörtökön is megerősítette nyilatkozatát, és azt mondta, minden szava kimért, átgondolt és megfontolt volt. Szerdán aztán Ursula von der Leyen következett, az Európai Bizottság elnöke azt mondta, fel kell készülni a háborúra. A béke az sajnos messze van, mint gondolnánk. A háborúpárti nyilatkozatok távolítják a béke lehetőségét a Nézőpont intézet elemzője szerint. Erdély Rezső Krisztián arról beszélt, Európa Washington követi a helyet, hogy a háború lezárásán és a békén dolgozna. Határok között kellene tartani ezt a konfliktust, és azon kellene fáradoznia mind az Európai Uniónak, mind az Egyesült Államoknak, mint legfontosabb feleknek, bár nyilván az Egyesült Államok az sokkal erősebb ebből a szempontból, hogy egyrészt izolálja a háborút, másrészt minél előbbi a békekötésre ösztönözze mindkét felet. Mindent meg kell tenni, hogy elkerüljünk egy direkt konfrontációt a NATO és Oroszország között. Erről a külügyminiszter beszélt a Kossuth Rádióban. Szijjártó Péter kiemelte, be kell fejezni a felelőtlen nyilatkozatokat, és meg kell akadályozni, hogy a NATO belesodródjon a konfliktusba, mert az a harmadik világháborúhoz vezetne. Egy ilyen pattanásig feszült helyzetben nem csak a tetteknek, hanem a szavaknak is elképesztő jelentősége van. Pontosan tudjuk, hogy egy-egy rosszul sikerült nyilatkozat, egy-egy felelőtlen mondat adott esetben világszintű tragédiává, világszintű biztonsági kihívássá alakulhat át. Ezért szerintem most a legfontosabb, hogy mindenki térjen vissza a józan ész talajára, mindenki viselkedjen felelősségteljesen. Szijjártó Péter hangsúlyozta, Magyarország fegyvereket és katonákat sem küld Ukrajnába, mert az ember életeket csak tűzszünettel és béketárgyalásokkal lehet megmenteni. A stabilitás megtartásáért fontos a magyar segítségnyújtás Csádban. Erről a Migrációkutató Intézet elemzője beszélt az M1-en. Csád az úgynevezett Száhelövezetben található, amely a világ egyik legszegényebb régiója. A magyar kormány a Hungary Helps programban több területen is támogatja Csádot. A humanitárius segítségnyújtás mellett hamarosan magyar katonai misszió is indul az afrikai országba. Szakértők szerint a Száhelövezet országainak kulcs szerepe van abban, hogy milyen migrációs nyomás nehezedhet Európára a következő években.
Ne felejtsük el, hogy a Hungary Helps is készen áll arra, hogy adott esetben egészségügyi intézményeket hozzon létre, de ez csak akkor működhet, hogyha az ott szolgáló magyar katonák valamilyen módon együttműködnek a helyi kormányerőkkel, hiszen gazdasági segítséget, humanitárius segítséget csak úgy lehet célba jutatni a rászorulóknak, ezáltal helyben maradásra ösztönözni őket, hogyha a mindenkori államhatalommal együttműködünk. Bűncselekmény történhetett Karácsony Gergely kampánypénzei körül, ezt a 21. század intézet elemzője mondta az M1-en. Nagy Ervin szerint Perjes Gábornak jegyzőkönyvekkel kellett igazolnia azoknak a pénzeknek az eredetét, amelyeket befizetett. De a gyanú szerint ezek a dokumentumok hamisak. A Magyar Nemzet azt írta, idézem, meggyanúsíthatta a NAV Karácsony Gergely pénzhordó emberét. Úgy látszik, hogy én megbízható ember vagyok. Tehát akkor az, egy becsületes, megbízható ember. Perjes Gábor korábban magát megbízható, becsületes embernek nevezte. Ő volt az, aki 19 alkalommal az egyik budapesti OTP fiókban 500 000 forintot fizetett be Karácsony Gergely mozgalmának számlájára, ami miatt nyomozás indult. A főpolgármester pénzhordó emberét azonban úgy tűnik meggyanúsíthatta a Nemzeti Adó és Vámhivatal, számolt be róla a Magyar Nemzet. A lap pénteken azt írta, az eljárást felügyelő fővárosi főügyészség tájékoztatása szerint az ügyben a nyomozóhatóság hallgatott már ki gyanúsítottat. Főpolgármester úr, mikor fogja elszámolni azt az 500 milliót, amit a kampányra kapott? Viszontlátásra. Az álcivil szervezet bűncselekménygyanús adománygyűjtése miatt azután robbant ki a botrány, hogy feloldották azt a titkosszolgálati jelentést, amelyet a tavaly előtti országgyűlési választások külföldi befolyásolásáról készítettek. Hát én ezt most öntől hallom, de ezek szerint akkor így van. A főpolgármester kezdetben tagadta a 500 000 000-os támogatás tényét. Nem kis ládika, nyilván nagy ládika. Később azonban már anonim mikroadományokról beszélt. Én nem érzem magamat ebben az ügyben megszólítva. Majd azzal is védekezett, hogy nincsenek jogszerűségi problémák az 502 millió forintnyi támogatás ügyében, amit külföldről kapott az általa létrehozott szervezet, többnyire euróban és angol fontban. Az NGO számlavezető bankja azonban ezt nem így látta és feljelentést tett. Azt hiszem, hogy a lehető sikeres ügyen nekem volt. Az adóhatóság nyomozói nem vártak sokat. Először Karácsony Gergely jogi főtanácsadójának, Tordai Csabának az ügyvédi irodájában tartottak házkutatást. A gyanú szerint ugyanis itt hamisíthatták meg az adománygyűjtés jegyzőkönyveit, majd pedig Perjes Gábor Török Bálinti otthonában jártak a nyomozók. Melyik irodából hozta el a jegyzőkönyveket? Meg nem a pénzt? Nyilatkozom, uram. A dokumentumok ügyvédi ellenjegyzéséről Perjes Gábor többször is kérdeztük, ő azonban mindenre csak azt válaszolta, nem nyilatkozik. Bűncselekmény történhetett. Perjes Gábornak jegyzőkönyvekkel kellett igazolnia azoknak a pénzeknek az eredetét, amelyeket a Párbeszédes politikus befizetett a karácsonyféle mozgalom számlájára. A gyanú szerint azonban ezek a dokumentumok hamisak, emlékeztetett rá Nagy Ervin. A 21. század intézet elemzője hozzátette, a Karácsony Gergely féle kisládika teória is megdőlni látszik, ugyanis 500 000 000 forintnyi valuta ebbe nem férhetett bele. Valutába befizetett pénzekről van szó, és magyar állampolgároknál nehéz elképzelni azt az életszerűséget, hogy egy-egy fórumon ilyen 50, 100 vagy még több fontokat vagy dollárokat dobtak volna be ebbe az adományládikába. Egyszerűen az életszerűtlen. Ráadásul, mint ahogy az OTP feljelentésében is szerepel, a bankjegyek sorszáma egymás után következett, tehát jól láthatóan egy valahol felvett pénzről volt szó ebben az esetben is. Az adóhatóság az ügyben költségvetési csalás és pénzmosás, az OTP feljelentése alapján pedig hamis magánokirat felhasználásának gyanúja miatt folytat nyomozást. Rekordenyhe volt a február, olyannyira, hogy a márciusok között is a hetedik legmelegebb lenne. Erről beszélt az M1 meteorológusa. A gazdák viszont aggódnak, ha ugyanis újra fagypont alá esik a hőmérséklet, nagy lehet akár a gyümölcsösökben. Sokan rövid ujjú pólóban álltak rajthoza, fuss még egy kört Kaposvár elnevezésű versenyen. A rendezvényre több százan érkeztek. Így vasárnap reggel nagyon élvezzük ezt a nagyon meleg 15 fokot, a család többi tagja a futóversenyen vesz részt, mi pedig itt a gyerekekkel élvezzük a játszótéren a vasárnap délelőtti jó időt. Pécsre is sokan érkeztek a jó idő miatt. Itt ugyanis a tavaszi időjárásnak köszönhetően a város egyik nevezetessége, a legendás mandulafa is virágzásnak indult. Én minden évben jövök megnézni a virágzó mandulafát, mert nagyon szép, nagyon tetszik.
A fához a kilátás miatt is sokan mennek, így nem csoda, hogy nagy a tömeg a környéken. Ez pedig már a főváros, ahol szájtátva figyeli ez a kisfiú a belvárosban gyönyörűen virágzó cseresznyefát. De nem csak neki, a környék összes járókelőjének feltűnik a szokatlan jelenség. Nagyon jó meglepetés, és igazán tavaszidéző, jó hangulatot kelt, úgyhogy nagyon szívesen veszem a látványokat. Szakemberek szerint korai a virágzás, ugyanis ezek a díszcseresznyefák áprilisban kezdenek virágba borulni. Ez az aurora fajta, ez teljes virágzásban van. Egyáltalán nem örülnek viszont a korai virágzásnak a gyümölcstermesztők. Ez a kecskeméti gazda attól tart, hogyha újra fagyponttal esik a hőmérséklet, akkor kárba vész a kajszi barack. Neki az elmúlt 6 évben szinte alig volt szüret a márciusi fagyok miatt. Félünk tőle, hogy egy teljes fagykárt, esetleg majd megint mutatóban lesz itt egy-két darab barack, és ugye azt mondják, hogy a kecskeméti barackpálinka az már csak múlt idő lesz. Sorra dőltek meg a meleg rekordok februárban, de a március is hasonlóan indult. Rekordok során vagyunk túl. Az idei február volt a legmelegebb az 1901 óta tartó mérések sorában, sőt, a februárnál csupán 6 március volt melegebb, szóval a márciusokkal is felveszi a versenyt, ami igazán különleges. Az előrejelzések szerint a következő napokban csak néhány fokos lehűlés várható. Felborult egy mentőautó vasárnap a fővárosban. A jármű egy beteggel tartott kórházba, amikor személyautóval ütközött és felborult. A beteget, a személyautó vezetőjét és a mentőszemélyzet két tagját ellenőrzésre a baleseti osztályra vitték. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Eddig tartott a Híradó 8 órától, amely újra megnézhető a híradó.hu weboldalon. Most jön Dedecsik Ferenc a Nemzeti Sporthíradóval. Maradjanak velünk!